A levendula egy őshonos európai növény, az 1700-as évek óta van jelen Magyarországon. Termesztése viszonylag egyszerű, így az országban már számos helyen gyönyörködhetnek az ültetvényekben az érdeklődők. Elérkezett a levendula szüret ideje. Az illatos, színes növények az ültetvényeken páratlanul szép környezetet kínálnak az érdeklődőknek. Magyarország több pontján termesztik már, az emberek nagy örömére. Elsőként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vadnára látogattunk el. 2016-ban kezdtük ki, ugye a szerencsés dolgok így együttállása kapcsán jött ez létre. A feleségem nagyon-nagyon szereti a levendulát, úgyhogy ezért ültettem neki annak idején párat benne az udvarra. És azoknak olyan sikere volt, mert ugye nem tudtam mindegyiket felhasználni, úgyhogy így barátok, ismerősök között így jött az a lehetőség, hogy akkor vihetnek belőle, és pikpok elfagyott, úgyhogy innen jött az alapvető. A terület az adott volt, amúgy is egyébként gondozni kellett, úgyhogy gondoltunk arra, hogy esetleg valamit tehetnénk olyat, ami nem egy szokványos, mégis lehet érdeklődés iránta. Tihanyból hozták a levendula palántákat, háromféle levendula került a területre, a rózsaszín, a francia és az angol. Ő nyílik leghamarabb, és onnan tudjuk, ezért is szeretjük kimondottan, és maradt meg végül is a rózsaszín, mert ahogy itt kipattanak az első virágok, rá egy hétre elkezd indulni a francia, és arra az időpontra hirdetjük meg a szüretet. A francia az maga, az a közönséges vagy orvosi levendula, ez a gyógynövény. Tehát a szakirodalom azt mondja, hogy mind étkezési célra, mind aromaterápiára azt kell használni, bár felhasználást tekintve például dekorációra jó mind a háromféle. Ennek kicsit ilyen citrusos illata van, míg az angolnak egy ilyen erőteljes, szinte milyen mentolos illata van. A francia az meg nyilván a klasszik, hagyományos illat. Nem csak a szirmok, hanem a levendula szára is tartalmaz illatanyagot. A növénynek sok napfényre van szüksége, a szezon végén pedig erőteljesen vissza kell nyírni, hogy a következő évben is szépen bokrosodjon. Egyebek mellett dísztárgyak is készülnek belőle. A levendulát tulajdonképpen leszedés után hasznosítjuk maga a varrodába, különböző levendulás termékeket készítünk belőle, illetve kreatív foglalkozáson is, illetve csináltatunk belőle olajat is. Miután lemegy ez a szed magad levendula szüret, utána a munkatársak leszedik teljes mértékben a levendulát, ezután megszárítjuk, van, amit szárastól meghagyunk, valamit lemorzsolunk a szárról, és ezeket a lemorzsolt levendula virágokat hasznosítjuk különböző tárgyakba. Készül belőle manó, párna, különböző zsákok, kimondottan ünnepekre való tekintettel karácsonyi formák, karácsonyi mintás anyagokba töltjük, tehát igyekszünk színessé tenni a választékot. Gyógyászati felhasználása is igen széles a levendulának, egyebek mellett aromaterápiás kezeléseknél alkalmazzák, hiszen enyhén nyugtató hatású, emellett a gasztronómiában is feltűnik már.